Mi ezt kérem? Egy darab flanel. Vastag és puha. De még így is duplán vettem. Kiszabtam ilyen tarisnya formára is. Rávartam ezt a nyakra valót. Mit csináljak, kérem én ezzel a holnyival? Vegye fel az inge alá. Akkor aztán az a tudor szél nem tud a bordájához férni. Figurát akar belőlem csinálni? Böske nagyság, kegyednek mi a véleménye erről? Grandiózusan áll ez a párt Edli magának. De lennek kell viselni Kubika. Böske nagyság, mit csinált velem? Kegyet tudta velem ezt elkövetni? Hiszen egészen lehetetlenné tett. Mit csinálja az a maga egy olyan ellenállatlanul komikus figura? ...1946. január 1-én leszerződtem a Kolozsvári Színházhoz nézőtéri felügyelőnek és szervező titkárnak. Aztán megismertem a színházat belülről, mert azelőtt csak az előadásokat láttam. Így visszavetítve a gyerekkoromat, rettenetesen szerettem a színházat. A szüleim általában az operett előadásokra vittek, és innen van nagy operett kultúrám. Akarja, hogy énekeljek valami áriát a Mosoly országába? Örömmel úgysem hallottuk. Nem igen hallottuk énekelni. Jaj, meghatott nézéssel nézek körül, ha szívem nehéz, mint a kő. Na hát ez egy kis kitérő, de az igazság az, hogy én szeretem, hogy a színészek valóságban vagy gondolatban mindig a fejükön viselik a csörgősapkát. Mi komédiások vagyunk. Ez a mi feladatunk. Nem az egyetemi katedra, nem a tudósság, hanem a komédia. Ez a mi lényünk. Ezt még megkóstolok. Nem az a bűn, ami a szájunkon bemegy, hanem ami kijön azon, hol az Isten napol. Vizet nem kérek belé. Kár a jó bort felhígítani. A magunk részéről a szabályt betartottuk. A jó rizlinget eleinte vízzel kóstolgattuk, aztán víz nélkül folytattuk, és most isszuk, mint a vizet. Na. Hedem egy piros minkes napján imádkoztam érte. Piros minkes napján vártalak én téged. Tőle volt a határ, egy nyíló vadvirágolt. Vártalak. Nem szeretném, ha elmondanád a gyülekezetbe a testvéreknek. Hát, hogy mondom? Ha annál is inkább, mivel hogy kényszerből teszek. Ha ehhez kötöttek az ígéretetet, ám legyen. Mindannyiunk érdeke, hogy ezt az utolsó vacsorát még a lelkiismeretem tisztasága árán is elkövessen vére. Köszönöm a megértésedet. Én jó vagy virággal, vártalak a keresztolnál. Köszönöm.
istened! Te nem veszed mindig figyelembe. Mit ne venni? Azt, hogy mi ketten összetegeződtünk, de csak házi használatra. A gyülekezetben a tagság füle hallatára ne tegedsz engem! Jól tudod, rengeteg a gyanakú ember. A tekintélyemet csorbítod ezáltal. Olyan nagyon nehezed esik mások füle hallatára azt mondani, hogy prédikás testvér, így, amúgy, hallgasson meg, vagy tessék szíves meghallgatni. Nem egyébért, de mindenki tudja a faluban, hogy te voltál a legharciasabb vezetőjelöl. Ne gondold, hogy az alapító tagok részéről nagyon könnyű lesz az elfogadtatás. Na, hüvelyes testvér, mások előtt a gyülekezetben nem tegeződjünk kezetre. Sőt, tovább megyek, és azt mondanám, mivel én vagyok az öregek, azt mondanám, hogy magázódjunk össze. Mert így aztán bizonyosabb, hogy az egyességünket megtartom. Kedves prédikás testvér, az Isten áldja meg magát. Kedves hügeles testvér, magát is. Könnyítse meg az Isten magának az átmenete. Áldja meg magát a fennvaló, hogy a lelki üdvösségemmel fáradozni tetszik. Ne. Maga! Temetével láttalak, temetével láttalak meg elő. 1946 őszén Kolozsvárot meghirdette a színművészeti főiskola, amely akkor alakult, a felvételi vizsgákat. Én is jelentkeztem, és felvettek. Hozzá kell tennem, hogy 45-ön jelentkeztünk, és 45-öt vettek fel. Úgyhogy ez lényegében nem jelentett semmit. Az első lépések a színpadon. Az is szerencsésen indult. Kömüves Nagy Lajos volt az egyik tanárom, a másik Por Lili, a drámai gyakorlaton, és Kömüves Nagy Lajos, hát tudjuk, abban az időben In Floribus rendező volt, és még 46 karácsonyában Márai Sándor Kaland című darabját rendezte, és ott volt egy kis szerep, egy újságíró, és azt rám osztotta ki, úgyhogy az évfolyamról az első voltam, aki a színpadon, a nagy színpadon szerepet kaptam. Aztán utána még jobb volt a folytatás, mert Shakespeare Makrancos hölgyében osztotta rám az egyik főszerepet, ott aztán beállt a Döbben csend a bemutató után, és a főiskola elvégzéséig, hát ez a jeges légkör nem is szűnt meg, sőt, kiburkoltan, kinyíltan a szakmából tudomásomra hozta, hogy nem vagyok alkalmas erre a pályára. Tehetségtelennek minősítettek, de nagyon okosnak. Tudja, abban az időben folyt a vita, kicsit anakronisztikusan, az ösztönösség és a tudatosság elsődlegessége körül. Hát természetesen abban az időben az ösztönös színészeket tartották az értékesebbnek, és a tudatosokat, hát mondjuk úgy megtűrték. Aztán érdekes volt az a fordulása, hogy az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, hát nálunk is, egyre inkább tudomásul kellett venni, hogy a színészet az egy értelmiségi pálya, ahol nem csak, hogy nem baj, hogyha valaki az agyát is használja, hanem szükséges. Életünk és munkánk a templom falain kívül teljességgel értelmét veszíti. Minden polgári jogunkat kisajátítod, falainkon még az órát is meg akarod állítani. Kiadod Monsieur Calvin, vagy nem adod ki? Nem. Nem adom ki, amíg föltartott jobb kézzel a katekizmusra föl nem esküsztök. Kedélyes és könnyelmű Isten kellene nektek, akivel kártyázni és inni lehet a görög pogányok módjára? Mindent elnéző felsőbséget óhajtotok?
hogy a német-római császár, ha bármikor a genfi köztársaságra támadna, fegyveres ellenállók helyett szódóva bujálkodó részek szamaraira csapjon le! A puritán Görögország megtartotta függetlenségét, a romlott erkölcsű elveszítette! Ne takarozzon német-római császárral! Kiadott vagy nem adott ki? Kezeimet levághatjátok, tagjaimat szétzúzhatjátok, házamat felperzselhetitek, halott gyermekeim csontjait is szétszórhatjátok, de soha semmivel se fogtok arra kényszeríteni, hogy nektek, istenteleneknek a szent jegyeket oda nyújtsam. Miként került a Vásárhelyi Színházhoz? Hát miután az előbb említett légkör kialakult körülöttem Kolozsváron, elhatároztam, hogy mindenáron nem fogok a színpadon maradni, és gondolhatja, hogy micsoda örömet jelentett számomra, amikor a negyedéves egyik vizsgaelőadás után az éjjeli menedék helyet játsztuk, Gömöves Nagy Lajos rendezte, oda jött hozzám Kovács György, aki akkor már a tanárom volt, és hát tolmácsolta a Vásárhelyi Színház vezetőségének a kívánságát, vagy ajánlatát, hogy szerződjek Vásárhelyre. Akkor már ismertem a vásárhelyi előadásokat, és tudtam, hogy hova hívnak, és hát persze boldogan is. No, mert most hát itt nagyon is neves színészekkel dolgozott együtt. Kikre emlékszik szívesen vissza? Valóban a Székely Színház nagy korszakából 5 évet én is átéltem. Azt kérdezte, hogy kire emlékszem szívesen. Hát nyilvánvaló, hogy a színház akkori főrendezőjére, Szabó Ernőre, aki akkor hát országos hírt szerzett ennek a színháznak, arra a nagyszerű gárdára, Delli Ferenc, Kovács György, Kőszegi Margit, Honvai Lüsszi, Borowski Oszkár, és sorolhatnám, mert hiszen mindenki beletartozott. Az egyik titka azoknak az előadásoknak az volt, többek között, hogy csapatszellem volt. Ebben a csapatban ki milyen szerepet játszott? Mindenki a képességeinek és a tehetségének megfelelő helyre került. És pedig? Nyilvánvaló, hogy Szabó Ernő volt a karmester. Minden darabot ő rendezett. A nagy színészeink teljesen vele egyetértésben, persze ez egy művészi egyetértés, mert voltak ott viták is, de végső fokon a céli érdekében mindent megtettek, hogy az az előadás jól sikerüljön, és nem kis mértékben járult hozzá a színház akkori igazgatója, Tompa Miklós, aki az utolsó periódusban lejött, megnézte a próbát, és a maga nagyszerű ízlésével és tapasztalatával egy olyan lendületet adott az előadásnak, hogy végül is azok az előadások kerültek ki a színházból, amelyekre hát szívesen emlékszünk. Sorolhatnám Jegor Bulicsó, Éjjeli Menedékhely, Kispolgárok, Uri Muri, Sirály, Viharos Alkonyat, és aztán a vége felé ennek a korszaknak, hát mondjuk még a Fáky Aláng és a Tanító. Olvastam, hogy akkoriban még a Borbélyoknál is a legfrissebb bemutatóról folyt a szó, és hát nem a foci meccsről, itt Vásárhelyt. Persze, igen, ennek megvan a magyarázata. Talán az érkezésemet röviden elmesélem, akkor mindjárt érteni fogja, hogy mi ennek az egyik oka. Kolozsvárról jöttem ide repülőgéppel, akkor volt járat, és egy nagyon rozogó autóbusszal behoztak a főtérre. És majdnem hanyat estem a csodálkozástól, hogy a főtéren heti piac volt. A mostani rózsák terén, libákkal, tyúkokkal, sátrakkal, úgy, ahogy szokás. Hát ilyen kisváros volt akkor. Vásárhely, és ide került egy színház, egy társulat, ami hát maga olyan fiatal, hogy csak olvasta azokat a híreket, de hát én itt voltam, és vannak, akik még emlékeznek rá, hogy valóban egy országos hírű társulat került ide. És ennek a kisvárosnak az életében ez egy olyan pezsgést okozott, hogy,
hogy tényleg, hát az egész városnak az ügye volt. Ez a magyar nyelvű színház. A Gusátban törzsasztaluk volt a színészeknek. Volt egy maszek cukrászda, ott is, mikor én idejöttem, akkor még megvolt az asztal, ahova beírták a színészek a nevüket. És hát a színészeknek az életmódja is más volt, mert lényegében a próba volt, utána elmentek ebédelni és a cukrászdába, este előadás, utána a Gusát, és hát egy ilyen patriarkálisabb. Annyit írtak akkoriban, és írnak most is visszaemlékezéseket a Székely Színház hőskoráról. Nem hagyhatom ki a kérdést, hogy mit akartak? Jó színházat csinálni. Szerintem egy színház akkor jó, ha ott, akkor, a legmagasabb szinten színház esztétikai gyönyörűséget okoz. Ahol éppen dolgoznak, és amikor éppen működik. Mert hiszen erről már beszéltünk, hogy ilyen tiszavirág életű a mi művészetünk. A nagy korszak, a Székely Színházé meddig is tartott? Véleményem szerint 55-ig, amikor Szabó Ernő elment innen. Akkori újságcikkekből idézhetnék, miszerint kritikusok írják, és hihetünk nekik, azt hiszem, a változtatás igénye a Székely Színház valamennyi tagjában megvolt. Tehát éppen az önelégültség hiánya szülte az új korszakot. Én nem így látom. Sőt, ellenkezőleg. A régi garnitúra mindent elkövetett, hogy elhitesse elsősorban önmagával. De a szakmával, a közönsége, hogy minden a legnagyobb rendben van. Egy külső embernek kellett jönnie, aki kívülről látott minket. És elég jó szeme volt, hogy önmagát is lássa. És ez volt Harag Gyuri, aki a sok bolyongása közepette szerencsére végül is itt kötött ki. És ez az új korszak tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik. Évek teltek el, amikor tudtuk azt, hogy mit nem kell csinálni. De hogy mit kell csinálni, azt még nem nagyon tudtuk, hanem csak próbálkozások történtek. Ilyen előadást említhetnék. A fizikusokat, ahol a díszlettervező pontosan tudta, a szerző is, hogy mit akar, hogy teljesen az időnek megfelelő korszerű színházat képzeltek el, a rendező és mi még bókláztunk. Ugyanilyen próbálkozás volt Sütőnek a Pompás Gedeon című darabja, amivel teljesen megbuktunk. Viszont minket segített ahhoz, hogy újabb lendületet vegyünk, és eljussunk egészen a Platonovig, és aztán végül is az Özönvízig, ami hát ismerjük, hogy milyen nagy reveláció volt. Elég rövid idő alatt kellett elkészíteni az előadást. Nem volt egy könnyű szülés. Mert hiszen Nagy Istvánnak a darabjában megvannak azok a lehetőségek, amelyek végül is tükröződtek az előadásban. De alapjában véve egy teljesen a 30-as években íródott realista darab. Azért is tiltakozott annyira az ilyen megformálása ellen. Akkor mégis mit remél? Valamiből csak élni kell, ugye? Nos, ennek a valaminek egy negyed részét nekem adják törlesztésbe. 100 lej törlesztéssel hetenként megelégszem, és emellé még adnak osztott lakást. Egyelőre nincs semmi jövedelmünk. Mi is a holmink eladogatásáról tengődünk. Akkor megelégszem csak osztott lakással, és két naponként egy pakli dohánnyal. Ember, mi is az éhezésnél tartunk? Ha két naponként akad egy darab kenyerük, a felét nekem adják, és én hűségesen bejegyzem a noteszembe, egy darab kenyér áll két le. A gyermekünk szájából akarja elvenni a falatot. Amíg cselédet tartanak, nem lehet erről szó. Nincs ágynemünk, csak két párnánk van. Hol akar itt aludni? Az egyik párnán én alszom. De hol? Megfagy a fűtetlen szobákban, magáit nem tudunk külön fűteni. Alszom magukkal egy szobában. Elviselhetetlenni akarja tenni az életünket. A börtön elviselhetőbb volna. Na, cinikus gazember! Sari, menj már ki! Istenem, mennyivel boldogabbak volnának az emberek, ha mindig ilyen nyíltan beszélnének egymással, csak őszintén. Én cinikus gazember vagyok, pont! Na és ön, kedves Havadi úr, minek nevezi azt, hogy angyali ártatlanságában a fenekére vert a pénzemnek? S mit szóljak én? Nekem 1 milliómat vitt el a válság. A válság, ugye ez jó, kibúvó. Ezzel a jelszóval juttattak engem Koldusbotra. És engem? Engem becsaptak azzal a fűrészmalommal.
A végén aztán a maga nyakát fűrészelték el a gáterjei, aztán jöttünk mi, hogy a mi nyakunkat is ketté fűrészeljék az építkezési konjunktúrával. Teltek én arról, hogy kitört az olasz abeszin háború. És az emberek úgy megijedtek ettől, hogy nem akartak úgy építkezni, mint azért. Persze, magát az arabok se engem az abeszinek juttattak a jégre, aztán fújják csak tovább, hogy kisajátítottok a maguk erdejét a mócoknak. Ez a válság a kisebbségi sors. Igen, mindezt százszor hallottam már magától, de még egyszer sem felelt arra, hogy amikor mindezek bekövetkeztek, miért kellett őnagyságának Pestre menni szülni. Ez ami legbetűbb magánügy. Értem, én kérem, értem, hogy ne, magánügy. A mi kauciónkból 10 000-eket költeni egy szülésre, magánügy. A gőgös hattyú, ha kiszárad a tó, nem szokhat hozzá azonnal a mosdótában való úszkáláshoz. Kellett továbbra is a 6 szobás lakás, a színházi bérlet, a cselé. Minek nevezi ezt a hidegvért, kedves havadior, amivel nekünk és elsősorban nekem maradt adós? Milyen címet érdemel, amiért rávet, hogy adjam csak oda a pénzemet, amit a kicsi vagyonkám eladogatásából kapartam össze, hogy a feleségem után mehessek Amerikába? Engem a jó indulat vezetett. Én azt szerettem volna, hogyha a pénz megduplázva kerül ki. Szóval jó indulatból rántod be. Akkor én csupa jó indulatból egy kicsit kikötök itt maguknál. És az az elképzelése, hogy pusztán a mi nyakunkon éljen? Istenem! Mihez kezdjek én? Vannak szerencsés összefutások, amikor a szerző, a rendező és az együttes pontosan a leglényegesebb 3 összetevője a színháznak olyan eredménnyel zárul, mint gondolok hirtelen a kolozsvári Csillaga mágiára, vagy a Lócsiszár virágvasárnapjára, vagy itt Vásárhelyen a Vidám síratóra. Mind a 3 sütő nevéhez kötődik. És nem véletlen, hogy ezekre gondolok hirtelen, mert ezekkel a szövegekkel, mindegy, hogyha a 16. században játszódik, mint a Calvin tragédia, vagy ma, mint a Vidám sírató. Ezekkel a szövegekkel tudunk válaszolni azokra a közéleti problémákra, amelyek mindnyájunkat foglalkoztatnak. Vett tudomásul, hogy 1531-ben Zürich falait nem a pápisták vették be, hanem a saját gyöngeségünk, a megosztottság, a mulasággal fölhízlalt ellenzékiség. Adjátok prédikálni bátorságosan és fürgén ellenfeleiteket. Roncsatok egymásnak magatok is a reformáció táborán belül, amiként Luther is örre ment Zwinglivel. Hitbéli árnyalatok miatt az eredmény? Zürich eleste, Zwingli fölnégyeltetése. Isten ítélet, mondta ekkor Luther, megfeledkezvén arról, hogy maga is részese a csatavesztésnek. Zwinglivel nem vitáznia kellett volna, hanem szövetségre lépnie. Vitázzunk csak megértőleg a végtelenségig. A tévedés mindenkinek a legszentebb joga, következésképpen a vereség is. A győzelem nem kötelező, ahhoz ellenben jogunk van, hogy mindenünket elveszítsük. Minden katona oda lőhet, ahova éppen kedve tartja. Visszafele is, ha úgy tetszik, a tévedés jogán, a vélemény különbség jogán. Tüzeljen hát szervét, Mihály, az ordonánszaink ellen, Krisztus istensége ellen, s ha majd pór és hamu leszünk, elzengi himnuszát fölöttünk, a tévedés joga! És melyik volt pályafutása alatt a legsikeresebb szerepe, tehát a legközönségfogó alakítása? Jutka, legyen olyan kedves, adjon nekem egy parókát. Mit keresel te itt, kislányom? Jaj, hát a különös történet. Nem vagyok biztos benne, hogy az volt a legjobb alakításom, de hogy az volt a legnagyobb sikerem, közönség sikerem az életben, az biztos. Képzelje el, hogy az előadás végén, de akárhol játsztuk, rengeteget, vagy 200-szor játsztuk, vagy talán még többször is, bárhol játsztuk falun vagy városon, az előadás után, amikor kimentem a függöny elé, úgy üvöltöztek, amit nem lehet hallani, csak a
könnyű dal énekeseknek a műsora után, vagy a futballmeccsen. Na hát ezzel mindent elmondtam, hogy mi volt a különös történetnek a hatása. De bűbályos dolog volt az egész. Nagyon szerettem játszani. Jó partnereim is voltak. És rendezett is vígjátékot Lovinszky. Igen. De miért nem akarja bekerülni? Azért, mert olyan rossz vízhangja volt. Az előadás 85-ször ment, zsúfolt házakkal. Ez volt az Osztrigás Mici. És valami olyan érthetetlen visolygást váltott ki a, nem is a szakmából, hanem főleg a kritikusok részéről, hogy aztán nem is szívesen gondolok rá. Az biztos, hogy rég az ideje olyan hangulat színházban nem volt, mint azok alatt az előadások alatt. Szóval, hogy is mondjam, ez vígjáték volt, vagy pedig vígjáték? Tehát viccelődés a közönséggel, vagy pedig tényleg komolyan vették őt? Nem, az úgy csináltam, ahogy általában én is játszom a vígjátékokat. Hogy? Ahogy Karinti mondja, hogy a humorral nem lehet viccelni. Csak a kifejező eszköze a vígjátéknak más. De lényegében ugyanazok az érzések mennek keresztül a vígjátéki figurákon. Ilyen egyedül, madám? Egy udvarhölgy sincs a kíséretében? Csodálom. És maga miért csodálkozik? Ma este a Don Carlost játsszuk, és ezek az első mondatai, hogy ne legyen olyan nagy különbség a második Fülöp és a mostani kor között, kalapomat magának adom. Hogyan? Jó. Valamikor én is statisztáskodtam Kolozsvárt a tragédiában. Látta a Rapaport félreadást? Igen. És az egy korszerű tragédia volt? Forgott. Na, ha már itt tartunk, akkor azért volt korszerű. Korszerű színjátszásnak a titkaiból, Lovinszky. Valamit elárulnak, maga szerint. Hát ezek nem titkok. És meggyőződésem, hogy minden színész a maga útját járja. Szerintem az önművelés, a tájékozódás, az élet figyelése, nyitott szemmel, füllel hallgatni a kornak a ritmusát, a szívverését, sokat olvasni, tudni mindenről, ami a világ színházában történik. Meghökkentő testkultúra, hangkultúra, és hát tehetség természetesen az a megszükség. Ehhez az őrült spanyol megkomponálásához, a tiránushoz, a saját elleméből adott valamit hozzá? Mi mindig adunk a szerepeinkhez valamit a saját énünkből. Fülöphöz mit például? Kicsit az önzését, kicsit a magányát. Természetesen nem a zsarnokságot, mert hát az nincs is bennem. Én nem vagyok egy zsarnok típus. Erzsébet, maga gyenge perceimben is látott már, ez az emlékezés teszi merészé. Ez teszi olyan merészé, bízik a hatalmában, amit gyakran kipróbált szilárdságomon is, de féljen ettől, mert ami gyöngévé tett, az vihet még őrjöngésbe. Mit tettem én? Ha megtette, ha mégis rászedett, akkor legyőzöm ezt az utolsó gyöngeségemet is, legyőzöm le. Nem, mert akarom, de hát akkor... Mit tettem én? Jaj nekem, Erzsébet, és jaj magának is, akkor nem bánom, vér folyik. Úristen, ide jutottunk. Akkor nincs előttem törvény, se természet szava, se nemzetek megegyezése. Mennyire szánom felségedet? Még szánni? Szánni, mer? Ez a parázsla asszony! Lovinszky sikeresnek tartja az eddigi pályáját? Relatíva, igen. Mint színész, vagy mint ember? Hát főleg, mint színész, mert a privát életemről nem szívesen beszélek, az az én belső ügyem. Azért mondom, hogy relatíve, mert hiszen sok színésznél, akik a környezetemben vannak, többet értem el, viszont hogyha a tejútra helyezem magam, akkor talán nem is látható az én csillogásom. Vigyázzat, uram! Fogalmazással.
Én nem esténként, hanem kifejezetten éjszaka jövök ebbe a parkba. És nem azért, mert friss levegőre van szükségem. Hiszen friss levegőt még mindenütt találni. Nincs még a földön levegőválság. Asszonyom, tökéletesen igaza van. Alapvető különbség van azok között, akik este, és azok között, akik éjszaka jönnek a parkba. Valahányszor éjszaka embert látok egy üres parkba, mindig az az érzésem, hogy az illetőnek különös, titokzatos oka van rá. Hajlamos vagyok még azt is megkockáztatni, hogy akik éjszaka parkban kószálnak, nagy, vagy legalábbis kis gondolkodó. Mondja asszonyom, ön nagy gondolkodó? Tudja, azért választottuk portréfilmünk hősségül, mert az én nemzedékem számára a színészt, a nagybetűs színészt testesíti meg, azt a fajta színészt, aki ha szerepet vállal, ez a szerep, ez társadalmi szerep is. Örülök, hogy így látnak. És ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy közösséget vállalok mindazokkal, akik úgy éreznek, úgy gondolkodnak, mint én. Vállalom a kultúránkat, a nyelvünket, a múltunkat, a jelenünket, és ezt a földet, amely éltetünk, és hantyával ezt akar. Kicsit patetikus lettem, de azt hiszem, hogy ezekről a dolgokról így kell emelkedett hangon beszélni.